Szeretettel üdvözöllek, kedves látogatóm! Köszöntelek a Seedoiz.com nevű oldalamon. Bilibo Kárpád vagyok, és ebben a rövid kis bevezető videóban csak néhány gondolatot szeretnék megosztani arról, hogy miről is szól ez az oldal, és miért érdemes egy kicsit szétnézni rajta. Ehhez megosztok egy pár képet, jó? Egy pillanat. Szóval ez az oldal, ez nem másról szól, mint a magvak erejéről és a magalapú táplálkozás filozófiájáról. Én jó magam már több mint 22 éve foglalkozom egészségügyel, hisz Norvégiába éltem, és ott tanultam természetgyógyászatot és gerincterápiát, amit mai napig is praktizálok. És hát, nagyon sokféle táplálkozás filozófiával ismerkedtem meg ez alatt a sok év alatt, és ezzel a magalapú táplálkozás filozófiájával viszont nem is olyan rég, mindössze másfél évvel ezelőtt találkoztam először, és utána megvizsgáltam közelebbről, aztán egyre jobban beleástam magam, a párom is, úgyhogy most annyira megtetszett ez a dolog, hogy hát küldetésünknek érezzük azt, hogy ezt a filozófiát egyre szélesebb körökbe megismertessük az emberekkel. Nem titok, hogy az Ázsiából ered, pontosabban Szingapúrból, és egy AXA Global nevű cég áll mindez mögött, és tehát, mint mondtam, nekünk nagyon szimpatikus, és már néhány országba sikerült is elterjeszteni, itt Európában is, ez alatt a másfél év alatt, de hát még nagyon kevesen tudnak róla. Miért fontos ez? Hisz ugye van egy olyan küldetésünk is, hogy segíteni az embereket a jólét és a jólét elérésében. Hát ugye ez a két külön terület, mindössze egy elbetű a különbség a jólét és a jólét közt. Tehát ugye az egyik jelenti az egészséget, az egészséges életmódot, a másik pedig anyagi jólétet és kiegyensúlyozott életmódot. Tehát erre törekszünk, hogy ezzel a filozófiával mindkettőben tudjunk segíteni, hisz a helyzet az több, mint kellemetlen, ha csak a magyarországi statisztikákat nézzük, az utóbbi 10 évben megduplázódott az allergiás betegek, megbetegedések száma, és jelenleg legalább 2 millió ember szenved Magyarországon. Tehát a 20 millióból 2 millióból 2 millió, ez nagyon sok, és hát ugye itt nagyon sok a gyerek is, tehát ez nem korfüggő, sajnos ez a betegség. De ugyanakkor van egy másik kór, ami még súlyosabb, hisz a túlsúly, az vagy túlsúlyos, vagy elhízott emberek száma, és itt megint csak már gyerekkortól kezdődjön, 2 felnőttből 1 túlsúlyos, és 3... Ja igen, ez egy európai átlag, ez a 2 felnőttből 1 túlsúlyos, vagy elhízott, viszont a magyar valóság ennél rosszabb, hisz itt 3 felnőttből 2 túlsúlyos, tehát 2/3 a lakosságnak túlsúlyos, vagy elhízott, és a gyerekek, elhízott gyerekeknek, túlsúlyos gyerekek száma 2025-re azt satszolják, hogy eléri a 369 ezret, hát ez óriási szám. És hát ugye ebből következtethetően ugye a túlsúly az egy nagyon nagy rizikófaktor, hisz szív- és érrendszeri betegségeket okozhat, de akár daganatos betegségeket is. Ez nem egy jó statisztika megint csak, hogy a szív- és érrendszeri betegségek az elhalálozásnak felét, a daganatos betegségek pedig az egynegyedét okozzák. Ez rossz helyzet, de nem reménytelen. Úgyhogy erre hívunk mindazokat, akiket érdekel ez a téma. Elsősorban induljunk ki abból, hogy egy magalapú táplálkozás filozófiát követünk. Ami nem jelenti azt, hogy csak magvakon fogunk élni mostantól, viszont azt jelenti, hogy minden nap fogyasztunk magvakat. Milyen formában és hogyan, azt itt a weboldalon meg lehet találni, és tudjuk azt, én már tudom, de sokan is tudják, hogy a magvakban 20-szor annyi tápérték, tápanyag van, mint például a gyümölcs levélbe vagy húsába. Úgyhogy az eszenciális anyagok a magvakban vannak, hisz ez szerintem nem is vitatható,
bármilyen pici magból élet tud kifejlődni, tehát benne van minden, ami az élet kifejlődéséhez, legyen egy növény, egy fa, tehát ami ahhoz szükséges. Ugyanakkor, amint említettem, ugye a jól lét, tehát az anyagiak területén is tudunk ezáltal segíteni, sőt, ami középen van, az emberi kapcsolatok kiépítésében, barátságok szövődésében is tudunk segíteni. Csak egy apró példa, 14 éve foglalkozom hálózati marketinggel, jelenleg a legjobb barátaim mind innen kerültek ki, és úgy is megmaradtak barátokká életünk végéig, úgy érezzük itt mindnyájan, akik elmondhatjuk egymásról, hogy tényleg jó barátok vagyunk, tehát úgy maradtak meg ezek a barátságok, hogy már nem fűz bennünket közös üzleti cél vagy érdekeltség. Tehát így lehet az emberi kapcsolatok területén is profitálni ebből a lehetőségből. És még annyit utolsó gondolatként, hogy 8 év van amellett, hogy miért dönts te is az AXA Globál mellett, vagy a magalapú táplálkozás filozófiája mellett, de ezt is megtalálod itt a weboldalon, itt már a videó alatt lesz egy részletesebb tájékoztató, egy webinárium felvétele, ahol meg több is, ahol ezeket elmondjuk. Buddhának van egy olyan mondása, az a baj, hogy azt hiszed, van időd. Hát ez nagyon igaz, mert soha nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van. És soha nem tudhatjuk, hogy mikor üt be valami crack, valami komoly betegség, ugye, amit az előbb nem jó statisztikák vannak róla, és akkor sajnos lehet, hogy már késő lesz úgy gondolkodni, hogy bakker, miért nem évekkel ezelőtt kezdtem el másként élni, miért nem kezdtem el jobban odafigyelni az egészségemre, mert sajnos vannak olyan betegségek, olyan helyzetek, hogy már nincs a világon az a pénz, amivel meg lehetne fordítani. Sajnos erre sok olyan példa van. Világsztárok, énekesek, dúsgazdag emberek halnak meg 40, 50, 60 évesen, holott annyi pénzük van, hogy ők se tudják, hogy mennyi, de az életüket már, mint mondtam, nincs az a pénz, amivel meg tudták volna menteni. Úgyhogy ezért is tetszik nekem az a filozófia, Ázsiából jön, másként gondolkodnak, teljességben tekintenek, nem csak az egészségre, az emberre, és ezzel én nagyon tudtam azonosulni. Úgyhogy kérlek, nézzél itt a weboldalamon, ha bármi kérdésed van, megtalálod több helyen az elérhetőségeimet, nyugodtan keresd meg, írjál rám, hívjál fel, elérhető vagyok több közösségi oldalon, weboldalon, Skype-on, telefonon, e-mailben, tehát nem nehéz engem megtalálni, és akár szívesen állok rendelkezésre egy kötetlen beszélgetésre vagy konzultációra, minden elkötelezettség nélkül. Na úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a rövid kis bevezető videóban elmondani. Kívánok nagyon szép napot, jó egészséget és hosszú, boldog, kiegyensúlyozott életet neked is. Hello, szia!